Amikor napokig, hetekig elmegy a válogatottba az ember és nincs itthon, akkor nyugodt lehettem, mert tudtam, hogy itthon minden rendben a gyerekekkel, családdal, mivel a feleségem ezt mindig a legmagasabb szinten kezelte. De amikor júliusban elkezdődnek már az edzések, augusztusban nem úgy van, hogy egy sportoló elmegy nyaralni. Tehát nagyon kevés nyaralásunk volt nekünk, ami mondjuk egy tengerparthoz el tudtunk menni, és ez is külön köszönet neki, hogy ezt ebbe az időszakba tudta tolerálni. Már több mint egy évtizede él Győrben Balázs Zoltán, a korábbi világválogatott kapus feleségével és gyermekeivel megtalálta számításait a Rába partján. A családapa futszálos pályafutására pedig alig, hanem büszke a ház összes lakója. A 90-es évek végén úgy nézett ki, hogy főszereplőnk akár nagy pályán is építhetné a karrierjét, ám egy fiatalkori ambíció meghatározta a folytatást. Mindig is válogatott szerettem volna lenni, és láttam, hogy a nagy pályán már nem fogok tudni válogatott lenni, ezért inkább a kis pályába fektettem az energiát. Ott válogatott lettem a 2001. októberébe, és onnantól kezdve inkább a kis pálya került előtérbe. Balázs Zoltán ekkor már az Aramis kapuját őrizte, a döntés helyességét pedig jól mutatja, hogy 2005-ben bajnok lett a budaörsiekkel. Ráadásul a nemzeti csapat ebben az évben szintén mérföldkőhöz érkezett, hiszen először jutott ki az Európa-bajnokságra, és ami azt illeti, a csehországi kontinens tornán nem unatkozott a válogatott egyese. Spanyolország, Olaszország és Portugáliával voltunk egy csoportban, hát az akkori VB győztes, EB győztes, illetve VB harmadik helyezett. Lehetett akkor már tudni, hogy nagy teher fog rám hárulni. Nyilván nagyon nyomtak az ellenfeleink. Igaz, hogy nem jutottunk tovább a csoportból, de nagy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy ennek ellenére engem választottak az Európa-bajnokság legjobb kapusának. Az EB legjobb kapusa 2006-ban a világválogatottban is bemutatkozott, és időközben a hálóért több komoly külföldi csapat is hívta, mint például a Benfica vagy a BL győztes Charleroi. Véleményemet persze meghallgatta, elmondtam a véleményemet, de a végső döntés az mindig az övé volt. Ő döntött arról, hogy mik azok a feltételek, ugye, ami szerintem mindkettőnk érdekeit nézte. Nem bántam meg, hogy nem mentem más országba. Jó, ez így utólag visszagondolva, jó volt ez így, ahogy alakult. Tökéletes volt nekem Székelyudvarhely is, ahol olyan, tényleg olyan élményeket tapasztaltam meg, ami talán élmény volt ott magyarnak lenni. 2009-ig Székelyudvarhelyen játszott együtt a válogatott magja, és a csapat a román bajnoki címet is megnyerte, ám egy évvel a hazai rendezésű Európa-bajnokság előtt jött a hír, hogy Győrben futszál fellegvár épül. A sztárigazolások egyike Balázs Zoltán volt. Itt a vezetők már, amikor a legelején már meghatározták, hogy itt nagyon sok bajnok csapat van, és nagyon jó csapatok vannak, itt nem lehetséges az, hogy egy középcsapatot csináljanak. Itt mindenképp szerették volna már az első évben bajnokságot nyerni, bajnokok ligáját játszani a következő évben, és a lehető legjobbat, ezért így is igazolták a játékosokat. Ugye ide igazolták először a válogatott magját, Gerincét, az első sorát, és utána külföldi játékosokkal próbálták még erősíteni ezt a csapatot. A győri formáját jól mutatja, 2010-ben ismét a világválogatottban védhetett Balázs, akinek a magyar nemzeti csapatban is kulcs szerep jutott, ám végül a Csehország elleni kiki mérkőzésen nem a mieink körülhettek. Egy utolsó másodpercekben kapott gól miatt ugyanis nem tudtunk tovább jutni a csoportból. Ez egy kicsit szomorú volt, viszont azt nézem, hogyha 7500 ember kilátogatott a mérkőzésre, és olyan hangulatot csinált, ami viszont nagyon biztató volt a futszál számára. Ami a klub futszált illeti, a Rábaetónál töltött évek alatt folyamatosan nőtt Balázs Zoltán érem kollekciója, akinek időközben a családja is gyarapodott. Hát csak egy dologra emlékszem, amikor ugye ott nagyon kicsi voltam, és ott anya vállán ültem, és így apát néztük. Apát, azaz Balázs Zoltánt 2015-ig lehetett a pályán figyelni, akinek ekkor ismét egy fontos döntést kellett meghoznia.
Visszavonult az aktív játéktól és kapusedzőnek állt. A sikerek viszont nem tűntek el a napjainkban 42 éves szakember életéből, hiszen az UEFA Futsal Cup-ban 4-es döntőig jutott a győriekkel 2017-ben, jelenleg pedig a válogatott kapusedzője. Ugye nagy szerencsém van, a 2000-es évekhez összetudom hasonlítani a mai magyar futsalt. Ugye 2001 óta benne vagyok ebbe a válogatott történetbe, hogy mondjuk így, tehát válogatott vagyok. Egy-két év kihagyással ott vagyok 2001 óta. Én úgy gondolom, hogy a mostani kapusoknak sokkal nagyobb feladata van taktikailag is, illetve a lábbal való játék, előrefele támadó játék kidobásoknál sokkal többet kell játékba avatkozniuk. Míg aktív játékos volt, ugye addig csak az edzésekkel, meg a válogatottban való elutazásokkal kellett számolni, most azért ugye sokkal több apróbb dolgok vannak, tehát hogy most kicsit másabb az időbeosztás. A nagyobbik kislányom, aki 9,5 éves, mérkőzés után a pályán mindig beruhant és labdázott. Ő még emlékszik arra, hogy én védtem. Ő nagyon szívesen olvas újságcikkeket, vagy éppen néz képeket, videókat rólam. Ugye a legkisebb nem tud erről a dologról, majd esetleg később videóról, képekről tudja meg, hogy egyáltalán apuka az valamikor is futszálozott. Méghozzá nem is akármilyen szinten.